Megújul a Fazekas utca 11 és a Jókai Mór utca 115 társasháza közötti járda felület, jelentette be Szokko Tibor alpolgármester a múlt csütörtöki lakossági fórumon. A több száz méteres járdaszakasz felújítási munkálatai két-három héten belül kezdődnek meg, és előre láthatólag két hónapot vesznek majd igénybe. A kivitelezés során a lakosság érdekeit figyelembe véve a munkálatok szakaszosan fognak zajlani. Éppen azt a fát vizsgálta a szakember, amit a lakók két hete jelentettek be az alpolgármesternek, mivel már veszélyesnek tűnt. Hamar érkezett a segítség, így már ki is derült, nem szükséges kivágni a fát, azonban a lakók biztonságának érdekében könnyítenek majd a lomkoronáján. Ehhez hasonló észrevételekről és problémákról számoltak be a Jókai tér lakói a múlt csütörtöki lakossági fórumon. Képviselő úrnak szeretnénk elmondani, a Tetemvár és a környékbeli rendellenességeket. Sok lakó panaszkodott a Fazekas utca és a Jókai Társasháza közötti járdafelület állapotáról. Nem lehet közlekedni babakocsival, nem lehet közlekedni bottal vagy járókelettel, nem lehet közlekedni biciklivel, rollerrel, amivel a gyerekek mennének és végül, de nem utolsó sorban az egészséges emberek is jobb, hogyha a lábuk alá néznek. Szokkó Tibor alpolgármester a lakossági fórumon jelentette be az említett több száz méteres járdaszakasz felújítását. Durda Péter a városüzemeltetési és műszaki osztály vezetője biztosította a szakmai szemléletet a részvevők számára a térbulkolat, az aszfaltbulkolat, illetve ezek az optikai kövek teljes egészében felbontásra kerülnek, az alatta lévő betonjáda is, beton is feltörésre kerül, és új beton, illetve új csúszásmentes térkő kerül visszahelyezésre. Ezáltal a, a lakosok ugye egy teljesen új és balesetmentes járdán fognak a továbbiakban közlekedni. Az osztályvezető kiemelte, a cél az, hogy hosszú távon tudják stabilan járhatóvá és korszerűvé tenni ezt a járda szakaszt. Már el is indítottuk erre a beszerzési eljárást, és gyakorlatilag egy több évtizedes adósságot tudunk megfizetni a Jókai utcán, hiszen az a már... Már gyakorlatilag használhatatlanná vált járda egy akkora rekonstrukciót kap, amivel sok-sok száz ember életét tudjuk majd megkönnyíteni. A munkálatok várhatóan két-három hét múlva kezdődnek, és körülbelül két hónapot vesznek majd igénybe. A városvezető elmondta, a munka szakaszosan fog történni, tehát egyszerre csak egy adott részt újítanak majd fel annak érdekében, hogy az ott parkoló lakókat ne zavarják.